Majonéza kilányos. Hát te viszont nem. Erre melegedjünk meg egy kicsit. Két nappal ezelőtt amerikai külügyminisztert túlszulejtették a gerillák. Öreg van, de még mindig bevágnám a bajusz alá. És közepén, itt. Na most légi csapás sajnos nem mérhető. Na és mi a retkes faszom érnem? Tudom jól, hogy nem csíped a politikusokat, Langyi. Letérdeltetném mindet, aztán fulladásig szopatnám őket. Csak nehogy még te szopjál lét egy nagy néger fasz barátom. Pákó! Te faszopó! Na mi van? Elpuhultál, hófehérke? Veszter, szopni fog, azt tudod? Szopós. Jaj, még mindig a homokos játékaid, mi? Na jó van, na, te nyertél, bátya. Makkomra rabszolga. Aztán mesélj, hogy vagy, Langyikám? Van egy csomó kotonom. Jaj, hagyjad már, arra nem lesz szükség, barátom. Egyébként tudod, hogy ez az akció egy kicsit keménytökűeknek való lesz? Azok a tetves bolíviai gerillák állítólag levágják az emberek fejét, aztán úgy szopatják meg a koponyájukat, bázd meg. Na, mit mondasz? Levágott fejek, mi? Fasza. Én benne vagyok. Hát én sajnos nem tartok veled, barátom. Én szar vagyok én Manhez. Holnap szépen átrepülünk oda helikopterrel, aztán kifingatjuk a faszkalapokat úgy, mint a régi szép időkben, testvérem. Holnap. Hé, hey, Langyikám, tudod, hogy a csata hevében én mindig nagyon beindulok, úgyhogy próbálj meg nem meghalni, jó, légy szíves, mert ott kell, hogy legyél mellettem. Megoldjuk. Szeretlek, Langyikám.